Tisztelt Országgyűlés! Megkezdjük munkánkat! Tisztelt Ház, köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának 9. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Tiba István és Lenhardt Balázs jegyzők lesznek a részemre, segítségemre. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon a kormány nevében felszólalásra jelentkezett Pintér Sándor belügyminiszter úr. Tájékoztató a 2010. évi október 4-én Kolontár és Devecser térségében bekövetkezett katasztrófa elhárítására tett intézkedésekről és a veszélyhelyzet megszűnéséről címmel. Miniszter úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Törvényes kötelezettségemnek teszek eleget a napirend előtti felszólalásommal. A katasztrófa védelmi törvény 7. szakasza kimondja, hogy a veszélyhelyzetben megtett intézkedésekről a kormánynak, a tisztelt házat, az országgyűlési képviselőket tájékoztatnia kell. Mint önök is tudják, a veszélyhelyzet kihirdetésére 2010. október 4-én 12 óra 30 perckor kitört. Vörös iszap gátszakadása miatt került sor. A magánkézben lévő MAL ZRT-nek a 10-es vörös iszap tározója északkeleti fala tört át, és az agytározóból mintegy 1.644.000 köbméter vörös iszap és lug öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely térségét. A szakértői vélemények szerint a vörös iszapon túl a vörös iszap tetején lévő lugos folyadék, amelynek rendkívül magas volt a pH értéke, jelentett kiemelkedő veszélyt mind a lakókra, mind pedig a környezetre. A kitörés 10 ember életét követelte. 8 ember rögtön a kitörés követően az árban életét vesztette, 2 későbbiekben haltak meg a kórházban a lug okozta károktól. Devecseren 270, Kolontáron 32, Somlóvásárhelyen 2 házt öntött el a vörös iszap, ezen kívül jelentős környezeti kárt okozott, 267 hektárt öntött el, valamint a Tornapatak medrébe megindult a Rába és a Duna folyásának irányába. Ennek megfelelően veszélyhelyzetet hirdettünk ki, veszélyhelyzetet Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron területére. A későbbiekben, amikor megakadályoztuk a további vörösiszap kifolyását, a veszélyhelyzetet korlátoztuk Veszprém megyére. A veszélyhelyzet során legnagyobb erőfeszítésünket az emberélet mentése, az emberek elhelyezése jelentette. További gátszakadásnak a megakadályozása érdekében megerősítettük a gátakat, illetve biztonsági szempontból egy újabb gátat építettük Kolontár térségében, amely a kiszámíthatatlan áttörés miatt a későbbiekben elhárította a veszélyt Kolontár és Devecser lakói feje fölül. A helyreállításra jelentős erőket összpontosítottunk. A helyreállítás először az épületek, későbbiekben a mezőgazdasági területek helyreállítását jelentette, és folyamatosan figyelemmel kísértük Tornapataknak, a Rábának a lugáltal okozott pH változását megfelelő savanyagok hozzáadásával. A MAL ZRT állami irányítását is megkezdtük, technológiai váltást kértünk a gyártól és kaptunk meg, és ennek megfelelően az elmúlt időszakban a száraz technológiára a gyár átállt. Külön segítséget kértünk és kaptunk a karitatív szervezetektől, amelyek mind társadalmi munkával, mind pedig 400 millió hozzáadásával segítették a munkánkat. Összesen az állam
24 milliárd 600 millió forintot költött a veszélyhelyzet elhárítására, veszélyeztett területeknek a mentesítésére és új házaknak a felépítésére. Ennek keretén belül megoldottuk a tevecseri 270 háznak lakóinak az elhelyezését, 87 házat újjáépítettünk, Kolontár térségében 22 házat építettünk, és a kolontári fennmaradó 11 lakóház lakóinak megfelelő elhelyezést biztosítottunk. Köszönöm a képviselők támogatását, köszönöm a munkában résztvevő valamennyi munkatársamnak az elhivatott tevékenységét, és egyben kijelentem, hogy további veszélyhelyzet nem áll fent, ezért a veszélyhelyzet megszüntetése indokolt. Az országgyűlésnek írásos jelentést teszek, köszönöm a figyelmüket. A két perces válaszadás lehetőségével élő képviselők közül először Gőgőz Zoltán, MSZP-s képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt ház, tisztelt belügyminiszter úr. Köszönjük a tájékoztatást, és azt gondolom mindenkiről annak, hogy megszűnt a térségben a közvetlen veszélyhelyzet, és az élet várhatóan és reményeink szerint minél gyorsabban visszatér a normális kerékvágásába. Amire föl szeretném hívni a figyelmet, az a következő. Ugye mondta a miniszter úr, hogy 240 bontott ház van, 87 új épült, és ezt hozzátenném, hogy sajnos Devecserben még 100 eladóház mai nap is van. Tehát a térségből körülbelül 250 lakóháznyi ember el fogja hagyni ezt a térséget. Ami ugye arra is utal, hogy és ez pont az a kör, aki meghatározó szereplője ennek a térségnek, tehát főleg a vállalkozói kör. Én ezért arra hívnám fel külön a figyelmet, hogy ne lankadjon az a tevékenység annak ellenére, hogy most már nincs veszélyhelyzet, hogy egy kicsit más típusú figyelemre van szükség, főleg a gazdaság újraindítása kapcsán. Én hosszú idő telt el azóta, hogy ez a baj megtörtént, és nagyon lassan alakulnak ott, főleg a vállalkozói kártalanítások. Most nem beszélek arról, hogy a lakosságinál is jeleztem én nagyon sok problémát, amire így úgy választ is kaptam, de azért mindenre nem. De azért azt látni kell, hogy vállalkozás még semmiféle kártalanításban nem részesült. Ami ugye azért fontos, hogy a következő időszakban egyáltalán normalizálhasson ott az élet. Tehát ez egy térségi központ, és hogyha ott az ilyen típusú gazdasági élet nem tud megindulni annak okán, hogy nem megfelelő ütembe zajlik az ilyen típusú károk rendezése, akkor sajnos egyre többen és egyre több vállalkozó fogja azt a térséget elhagyni, ami a későbbiekben a foglalkoztatásban fog nagyon komoly problémákat okozni. Azzal együtt, hogy mi is köszönjük mindenkinek az áthatatos munkáját, én erre fölhívnám külön a figyelmet, hogy azok az azonnali határidők, amik a kormányhatáratokban vannak, jó lenne, hogyha konkrétizálódnak. Erről is írtam miniszter úrnak levelet, akár az agrárvállalkozók, akár az egyéb vállalkozók ügyében. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most Szilágyi László úrnak, az LMP képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Sajnos a helyiek arról számolnak be, hogy a mai napig nagyon komoly a porterhelés a térségben. Különösen a száraz és forró időszakokban a szél össze-vissza fújja a lúgos port, és ez nagyon komoly problémákat vet fel. Nagyon nehéz ilyen körülmények között élni abban a térségben. Arról számolnak be a helyiek, hogy bizonyos légúti megbetegedések krónikussá válnak, gyerekeknél jelentkeznek asztmatikus tünetek olyan családokban is, ahol eddig erre nem volt példa. És az az érdekes ebből a szempontból, hogy hiába van egy devecseri egészségügyi szűrőközpont, nem erősíti meg ugyanezeket a jelenségeket, tehát valamiféle információs különbség van a lakosság és a hivatalos egészségvédelem között. Rossz a tájékoztatás, ezt már elmondtam itt a házban, az emberek bizonytalanságban élnek, mind a környezeti paraméterek, mind az egészségügyi paraméterek tekintetében, és ez a bizonytalanság, ez szorongás szül, és nagyon sok családnak szüksége lenne mentális, pszichológiai segítségre is. És ugye itt a katasztrófavédelmi törvény vitájában is elmondtam, hogy a
közvetlen katasztrófa elhárítás és a tájrehabilitáció után is rengeteg teendő marad még hosszú távon, és ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy mit terveznek. Ugye nagyon régen követelünk egy ilyen hosszú távú egészség monitoring tervet, ezt többször megígérték, a mai napig nem álltak elő vele, nem tudjuk azt, hogy hosszú távon hogyan fogják nézni az emberek egészségi állapotát, és mit fognak tenni annak érdekében, hogy ez a fajta terhelés megszűnjön. Ugye nem sokat tudunk az egyéb szennyezésekről, hiszen felreppentek olyan hírek, hogy ott az agytározóban mindenféle mást is tároltak, galván iszapoktól kezdve, ki tudja mi mindenig, és nem nagyon tudjuk, hogy ennek mi lett a következménye, egyáltalán vizsgálják-e. Kérem, válaszoljon a kérdésemre. Köszönöm szépen. Most Ékes József úr következik a Fidesz részéről. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt miniszter úr. Tegnapi napon a finn templomos lovagok vezetője volt ott Kolontáron, és a finn-magyar bajtárságnak az elnöke. Ők jártak novemberben is a katasztrófa idején Devecserben és Kolontáron is, sőt, mi több, ők maguk 4 családot közvetlen támogattak, és a finn társadalom megmozdulása alapján nyújtottak segítséget a katasztrófa sújtotta területnek. Ami csodálatos és nagyon szép érzés volt, hisz a fazekas családhoz látogattak be, akik pénteki napon vették át Devecserbe a lakásukat. A finn-magyar bajtárság elnöke könnyezve fogalmazott úgy, hogy minden elismerés a magyar kormánynak, minden elismerés a magyar társadalomnak azért az emberfeletti munkáért, amit ott kifejtettek. Szeretném jelezni, hogy Kolontáron 21 lakás került átadásra, és rövidesen július végéig 87 lakás Devecserbe átadásra fog kerülni. Szeretném azt is külön kihangsúlyozni, hogy az a hihetetlen mértékű összefogás, ami a magyar társadalomban és a világon megnyilvánult, és mindenki úgy fogalmazott, az Európai Unió környezetvédelmi főbiztosa is, hogy amit a magyar kormány csinált, az valóban emberfeletti, és az a teljesítményt, amit itt teljesítettek, az is valóban szakszerű, és minden elismerést tulajdonképpen kivált. Külön fontos azt is megjegyezni, hogy a MAZ-ZRT részéről, akitől a kár származott, saját maga úgy fogalmazott, hogyha nem lettek volna a felügyelők, akkor sokkal nagyobb bajba került volna maga a MAZ-ZRT, és azok a beruházások, amelyeket végre kellett hajtani, azok mind a biztos működést fogják szolgálni a következő időszakra, és valóban a száraz technológiára történő áttérés is megvalósult. Én szeretném még egyszer a magyar társadalomnak és a magyar parlamentnek is köszönetemet kifejezni, mint a térség országgyűlési képviselője, hisz a magyar parlament elfogadta a kiemelt beruházási területként a térséget. Köszönöm még egyszer. Most a Jobbik képviselőjének, Kepli Lajos úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim, a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciója minden olyan kérdésben a támogatását adta a kormányzati döntésekhez, amely a vörösiszap károsultak megsegítését szolgálta, illetve a helyreállítást, és ezt továbbra is egy helyes döntésnek tartjuk, ezt természetesen ezt a véleményünket fenntartjuk, hogy mindent támogatni kellett, ami a károsultak érdekét szolgálta. Most lezárult a veszélyhelyzet, véget ért, maradt azonban nyitva néhány kérdés, amit meg kell válaszolni. Több mint 30 milliárd forintot költött az állam a helyreállításra, a kármentesítésekre. Meg kell vizsgálni, hogy ezeknek a pénzeknek a felhasználása hogyan történt, hiszen voltak itt ugye néha egészen indokolatlannak tűnő költségek, a 25 ezer forintos ügyvédi óradítól elkezdve más egyéb területekig. Most már, hogy lezárult a veszélyhelyzet, senki nem vádolhatja a Jobbikot azzal, hogy a károsultak érdekét bármilyen módon hátrányosan befolyásolná azzal, hogy felveti ezeket a kérdéseket. Igenis, beszélni kell ezekről is, hogy mi lesz a kármentő alapba befolyt 1,8 vagy 1,9 milliárdból még meglévő összeggel, hozzájutnak-e a károsultak, vagy a elképzelések szerint közcélra fordítódik, és mi lesz a MAL-lal? Ugye a MAL ezért a nyilvánvalóan valamilyen szinten felelősnek kimondható ezért a katasztrófáért, hiszen az ő tevékenysége körében következett be. Állami tulajdonba kerül-e a MAL, hiszen ezt ki kell mondani, ezt a kérdést föl kell tenni, hiszen ezt az óriási összeget csak így lehet ne pótolni. Hogyha állami vagyonból mentek el a kiadások, akkor a MAL is valamilyen szinten, valamilyen módon állami tulajdonba kerülne. És természetesen a károsultakról se feledkezzünk meg,
A Vörösiszap Káros útakért kiemelten közhasznú egyesület egy több oldalas kérdés volt jutatott el hozzám, amit én belügyminiszter úrnak továbbítottam, és kérem belügyminiszter urat, hogy ennek a megválaszolásáról ne feledkezzen meg, hiszen a Vörösiszap Káros útak várják ezekre a kérdésekre a választ, hogy ők is megnyugtatóan rendezhessék a sorsukat. Köszönöm szépen. Végezetül Soltész Miklós következik KDNP képviselőjeként. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Tisztelt miniszter úr, néhány pontban szeretném összefoglalni azokat a gondolatokat, amelyek beszámoló mentén meg kell köszönnünk, és mindenképp ki kell emelni. Az egyik a technológiai váltás következtében eredményeképpen a környezetvédelmi károk, illetve a környezetvédelmi gondok csökkennek, és kevésbé terhelik annak a környezetnek az életét, az ott élőknek az életét. A másik, amit külön köszönök, az az egészségügyi területen, hogy tovább követik azoknak az embereknek, családoknak az élethelyzetét, akik bajba kerültek ezután a tragédia során, és mindenképp fontos, hogy ez valóban éveken keresztül, évek során is ez a nyomonkövetés meglegyen. A harmadik, amit személy szerint is szeretnék megköszönni, mind a civil szervezeteknek, mind az egyházi szervezeteknek azt a munkáját, ami az első percektől fogva egészen mostanáig megtörtént. Az az együttműködés azt gondolom, hogy bemutatta és bizonyította, hogy ezek a szervezetek joggal kapják meg az országgyűléstől a támogatást, hiszen jogos volt az a követelés, kérés, hogy ne egymást gyengítve, ne egymást szemben versenyezve dolgozzanak, hanem egymást erősítsék. A negyedik terület, amit mindenképp szeretnék kiemelni, az az építés szakma és az építőipari szakmának az összefogása, hiszen egyrészt a felajánlások, másrészt pedig a megvalósult épületek bizonyítják, hogy ők is nagy segítséget nyújtottak. És befejezésképpen pedig a kármentő alapban befizetett néhány forintoktól egészen a millió forintokig, akik befizettek ebbe az alapba és ennek a kárnak az enyhítésére, köszönöm mindannyiuknak, hiszen őnélkülük nem lehetett volna megvalósítani ezt a építkezést és a helyreállítást. Miniszter úr, köszönöm szépen a beszámolóját. Tisztelt országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólásra jelentkezett Kara Ákos képviselő úr a Fidesz részéről, gazdasági fordulat, új munkahelyek Magyarországon címmel. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társaim. Mondani valom fő célja az, hogy felhívjam a figyelmet kedvező jelekre, felhívjam a figyelmet a gazdasági fordulatra, a gazdasági növekedés beindulására és a bővülő foglalkoztatásra. Magyarországnak két olyan súlyos öröksége van, amely ellen küzdenie, harcolnia kell. Küzdenie kell az államadósság és a munkanélküliség ellen. Magyarországon régi, több mint 20 éves örökség az alacsony foglalkoztatottság. Az elmúlt kormányzati időszak pedig rossz szemléletű segélyezéssel csak tovább rontott ezen a helyzeten. Sorsfordító kérdés volt egy esztendővel ezelőtt, hogy képesek vagyunk-e változtatni a foglalkoztatottság alacsony szintjén, és tudunk-e új szemléletet hozni. Azoknak az embereknek a szemléletét akarjuk érvényesíteni, akik szerint az egyéni és családi boldogulás záloga a munka, és csak ezzel a sok-sok munkával tud Magyarország is kikerülni a szocialista kormányok súlyos adósságörökségéből. A kitörési pontokat a tavaly megválasztott országgyűlés többség és a kormány megfogalmazta. A kormány az elmúlt hónapokban sok olyan munkát végzett el, amelynek következtében új munkahelyek jöhetnek létre. Kecskeméten egy autóipari cég 2500 főt tud majd foglalkoztatni, és újabb 2500 főt tud majd a beszállítókon keresztül alkalmazni. A munkaerőpiaci alapból még ebben az esztendőben például Heves megyén, Erdőteleken 40 fő új munkahelye, fémipari szakember álláshelye lesz biztosított. Szintén ebből a formából Csenger településen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében feldolgozóiparban 50 fő fog tudni elhelyezkedni. Vásárosnaményben 60 fő fog tud elhelyezkedni új ruhagyári alkalmazottként. A közép-magyarországi régióban egy automatizálással foglalkozó cég az 555 régi munkahelye mellé az év végéig több mint 150 fővel tudja bővíteni az álláshelyeinek, a foglalkoztatottjainak a számát. Segesden egy kicsi magyar
vállalkozás fémmegmunkálással szintén új munkahelyeket tud teremteni. Ózdon 250 új munkahely, Berettyóújfaluban pedig több mint 50 ember dolgozhat majd új munkahelyen. Ezek a példák, ezek a kiragadott példák részei annak a több mint 3000 új munkahelynek, amely a munkaerőpiaci alapok támogatásain keresztül valósul meg ebben az esztendőben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Győrben korszakos jelentőségű szövetséget kötött az állam, a város és egy termelővállalat. A legfejlettebb világszínvonalú termékeket gyártó nemzetközi cég képviselőivel. Engedjék meg, hogy győriként, Győr környéki települések képviselőként ennek jelentőségéről itt önök előtt is beszéljek. Az Audi beruházásával új gyár létesül Győrben. Miniszterelnök úr és polgármester úr az elmúlt hét csütörtökön tette le annak az új gyárnak az alapkövét, ahol a mostani 6700 fő mellett 2100 új munkahely létesül. Igen, tehát nem az eredetileg számolt 1800 új munkahely, hanem 300 fővel több, 2100 fő fog dolgozni az új gyárban. A beruházás teljes felfutásakor a térségben 15000 ember számára biztosít majd megélhetést összességében ez a beruházás. A város szakképzési hátterével, a Győri Széchenyi István Egyetemmel új, nagyobb célokat tűzhet ki maga elé a győri térség. Magyarország kezdi visszaszerezni a bizalmat, azt a bizalmat, amelyet a korábbi kormányok eljátszottak. Szakmunkások, mérnökök számára jelentenek majd biztos munkahelyet nem csak Győrben, hanem az előbb sorolt településeken, és még máshol is a gazdasági fordulat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy a győri új gyár alapkő letétel akkor elhangzott, minden alapkő kapaszkodó is egyben, a magyarok számára minden új kezdeményezés a cselekvés sikere. Sem Magyarország, sem az Európai Unió nem fog megújulni szavakból. Nekünk cselekvésre van szükségünk, tudatos, jól irányított és értékteremtő cselekvésre, amihez az kell, hogy megfelelő emberek legyenek megfelelő helyen. Ilyen alapkő számunkra az említett győri, kecskeméti, ózdi, vásárosnaményi és a többi folyamatban levő munkahely teremtő beruházás. A kormányzati intézkedések eddigi helyességét támasztja alá, hogy a tavasz folyamán a foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok kedvező fordulatot jeleznek. Már most 30000 fővel többen dolgoznak, mint a kormányváltást megelőzően. Elszánnak, eltökéltnek kell lennünk a munkahelyteremtésben továbbra is. Az egyének, családok és az ország számára is a felemelkedést, a biztos mindennapokat csak az értékteremtő munka segítségével tudjuk közösen biztosítani. Gazdasági fordulat, erősödő növekedés, új szemlélet, amelynek középpontjában a munka áll. A Fidesz frakció ezt a munkát minden erejével támogatja. Kiállunk a munkahelyteremtés mellett, kiállunk Magyarország megújítása mellett. Köszönöm, hogy meghallgattak. A kormány nevében adandó válaszra megadom a szót Cséfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Mindenekelőtt nagyon köszönöm ezeket a példákat, amiket említett, ahol a munkahelyteremtés már sikeres valósággá vált. Azért is nagyon köszönöm, mert alátámasztja azokat, amiket a statisztikai adatokból látunk. A statisztikai adatok pedig azt mutatják, különösen a KSH munkaerő felmérésének legfrissebb adatai, hogy az összes foglalkoztatott 2011 március-májusi átlagot számítva, 2010 március-májusi átlaghoz viszonyítva 29500 fővel növekedett, vagyis 3.786.000 fő volt munkaviszonyba. Vele párhuzamosan pedig a munkanélküliek száma ez alatt az egy év alatt 17000 fővel csökkent. Hadd idézzem az Eurostat legfrissebb adatát, amelyik 2010 májusa és 2011 májusa közötti időszakra nézi a munkanélküliségi ráta változását. Az Európai Unió 27 országa közül 19-ben csökkent a munkanélküliség, legnagyobb mértékben Észtországban és Lettországban, de a harmadik helyen Németországot, Magyarországot és Szlovákiát találjuk, egyaránt 1,2%-nyi csökkenéssel. Ezek az adatok is azt mutatják, hogy egy trendfordulónak a közepén vagyunk, elindult egy jelentős változás, újra nő a foglalkoztatás, és vele párhuzamosan csökken a munkanélküliség. A kormány nagyon sok eszközzel lépett fel arra, hogy ez a trendforduló még erősebb legyen, nagyon sok eszközzel segíti, csak néhány eszközt említenék. A stabil, kiszámítható és fenntartható államháztartási pálya megteremtése. A munkaerőpiaci szabályozás és egyáltalán a foglalkoztatás rugalmasabbá tétele.
a vállalkozások adóterheinek csökkentése. Csak egy példát említve, a társasági adó csökkentése 19-ről.